Ahoj! Ez itt a Dublin Momenta Márta, és ma egy olyan dologról szeretnék nektek mesélni, ami a külföldi diák élet alapvető része, mégis elfelejtjük, hogy mekkora jelentőséggel is bír, csak akkor veszük észre, amikor kimegyünk, és az első alkalommal megtapasztaljuk. Ez pedig nem lenne más, mint a hétvégék, úgyhogy tartsatok velem, hogy mesélhessek róla. Lássuk is! Az itthoni megszokott dologhoz képest, amikor kimész külföldre tanulni, eléggé nagy a váltás, hogy ott teljesen egyedül vagy, és a hétvégéid egyáltalán nincsenek megszervezve. Még ha nem is csinálsz semmit, akkor is lehet, hogy esetleg egyedül élsz, vagy olyan emberekkel, akiket annyira nem ismersz, és otthon maradva nincsen túl sok teendőd, vagy nincsen túl sok interakció és aktivitás. Én ezt úgy szoktam kiküszöbölni, hogy különféle programokat szervezek magamnak a hétvégére, nyilván a tanulás mértékétől függően. Szóval, ha egy olyan hetet zárok, amikor nagyon sok tanulnivalom van, akkor többnyire otthon maradok, és csak az otthoni teendőimet végzem el mellette. Viszont van olyan, hogy szívesen mennék, felfedeznék, vagy valakivel beszélgetnék. És ilyenkor iskolán belüli, vagy iskolán kívüli barátaimmal szoktam kávézni, vagy sétálni, vagy elhívni őket egy kiállításra, elmenni, megnézni egy olyan városrészt, ahol még soha nem jártam, vagy esetleg egyedül megyek körbe, utazom, vagy foglalom el magamat értelmesen. Az egyik ilyen, amit nagyon tudok ajánlani, főleg első évben, amikor még úgy nincs nagyon meg a rutinod, és még tanulni sem kell annyit, az az, hogy nézz körbe, hogy a városban milyen szervezett túrák vannak, akár egy vagy két naposak is. Ezek hétvégére tökéletesek, főleg ha jó az idő. Nálunk például Dublinban van erre, nem tudom, 3-4 elég jó cég, és akkor ezek közül szoktam néha választani. Az anyukámat is egy olyan túrára vittem el, vagy hát kirándulásra, napi túrára, amit az egyik ilyen buszos kiránduló cég tervezett, mert mindig is meg akartam nézni azt a kertet, amit majd látni fogtok, viszont egyedül diákként autó nélkül tömegközlekedéssel drágább lett volna oda eljutni, meg jegyet venni, mint erre az egész egynapos dologra befizetni. Amúgy azt hozzátenném, hogy ezek egyáltalán nem drágák, és többnyire mindenhol van diákjegy és diákkedvezmény. Szóval erről csak annyit, hogy készüljetek fel erre is lélekben, és ne lepődjetek majd meg, hogyha abba a helyzetbe kerültök, hogy ott ültök egymagatok hétvégén, és rájöttük, hogy hú, nincsenek itthon a szüleim, a testvéreim, a barátaim pedig, hát vagy még nincsenek, vagy pedig nincsenek a közelben, úgyhogy most akkor teljesen egyedül vagyok, mert könnyű abba a hibába esni, hogy akkor egész nap csak otthon ülsz, és ha nincs is tanulnivalód, akkor esetleg sorozatozol, egész nap ki sem mozdulsz, sem az ágyból, sem a házból. De szerintem akár még egy sétára elmenni, vagy bevásárolni, takarítani, ilyen dolgokat elintézni, bőven elég egy fél, maximum egy nap. És hogyha tanulás mellett marad időd, akkor a másik napot azt használhatod arra, hogy írsz esetleg valakinek, akit szeretnél jobban megismerni. Személyes tapasztalat, hogy az első hónapban engem kerestek meg úgy diákok a Trinity-ről, akik csak látták Facebookon, hogy mondjuk ugyanazt tanuljuk, és hogy én is külföldi vagyok, hogy nincs-e kedven találkozni, beülni és meginni egy kávét, és csak úgy beszélgetni. És ha ilyenkor nyitott vagy, és azt mondod, hogy igen, miért ne, akkor akár még barátságok is kialakulhatnak belőle. Én így ismertem meg az egyik barátnőmet, és nagyon jó volt arról beszélgetni, hogy közös dolgokat élünk hát az első héten, úgy, mint külföldiek, valamint az, hogy nem csak magyarul telefonon beszélgettem emberekkel a hétvégén, hanem rendes személyekkel, valakivel, aki hasonló cipőben járt. De most lássuk is azt a hétvégét, amikor gyönyörűen sütött a nap Dublinban és környékén, és az anyukám 3 napra meglátogatott, és ebből az egyik napon elmentünk megnézni 3 célállomást is egy buszos körúttal, úgyhogy tartsatok velem, gyönyörű szépek lesznek. Ezen a reggelen elég sietve, a túra kezdete előtt körülbelül 1 órával vettünk csak jegyet, mert kinéztünk az ablakon, és láttuk, hogy jó idő van, és ehhez volt kedvünk. Itt már a buszba szálltunk be, és Dublinból kifelé vettük az irányt. Thank you.
Az első megálló, az Glendalough volt, egy olyan monostori apátság, amely írnévvel rendelkezik még mindig, és jelentése az, hogy a két tó közötti völgy. Itt körbejártunk, sétálgattunk. Megvestük a gyönyörű tavat. Majd visszahuppantunk a buszba, majd a következő úti cél felé indultunk. És akkor megérkeztünk a várva várt kertem bejáratához, ahol a buszsofőrünk viccesen eljátszotta, hogy nem férünk be. Itt kaptunk jó sok szabadidőt, amit magunk használhattunk föl, úgyhogy jó nagyot sétáltunk a mamival, és megnéztük az összes féle kertet.
Köszönöm, köszönöm. Körbeérve, lassan a végéhez ért már az utunk, ezután már csak a hazaút várt ránk. Ennyi lett volna ez a rövid bemutató, remélem, hogy titeket is gyönyörködtettek a tájról készített képeim és felvételeim, valamint azt, hogy akkor mostantól nem felejtik el, hogy ha egyedül is leszel, a hétvégékről is gondolkodj, és akár tervezd meg, és használd ki. A legközelebbiben találkozunk. Sziasztok!